Imrédi Béla védelmében hirdettük meg mai sajtótájékoztatónkat, de voltak éppen a vélemény is szólásszabadság védelméről van szó. Miután a Vörös Hadsereg megszállta hazánkat, Imrédi Béla magyar miniszterelnököt 1946-ban háborús bűnösként végezték ki. Imrédi Béla személyében azonban nem egy háborús bűnöst, hanem egy keresztény magyar államférfit látok. Mint azt fogalmaztam, a tavaly megjelent a Múlt és Jövő Határán című könyv előszavában. Ez a kiadvány először 1938-ban került nyomtatásra. Imrédi válogatott beszédeit a Magyar Életvédők Egyesületével azért adtuk ki újra, mert szükségesnek tartjuk megismerni és megismertetni azokat a gondolkodókat, akik feje felett a baloldal pálcát tört, és a történelem sötét lapjaira száműzte őket. Tavaly a Hősök Napja alkalmából a Mi Hazánk mozgalom történelmi séta keretében emlékezett meg többek között Imrédi Béla miniszterelnökről. Ekkor még engedélyezték rendezvényünket, idén azonban két történész által szervezett zárt körű rendhagyó történelem óra megtartásához a Fiumei úti sírkert nem járult hozzá. Ez a döntés már önmagában felháborító, de a Nemzeti Örökség Intézete által később adott indoklás egyenesen vérlázító. Közölték, hogy Imrédi Béla politikai felelőssége miatt nem engedélyezik az esemény megtartását, mert az véleményük szerint a köznyugalom megzavarását eredményezhetné. Megjegyzem, hogy tavaly sem volt semmi probléma. Hozzátették, hogy ugyanilyen elven a Kádár Jánosról való megemlékezést sem támogatják, de a sírhely, tehát Kádár János sírhelye a Nemzeti Sírkert részekénti védettségre való tekintettel nem is tilthatják meg a Kádár Jánosról való megemlékezést. Természetesen holnap, Imrédi halálának évfordulóján el fogunk látogatni a családi sírhoz, ahol ismeretterjesztő céllal diplomás értelmiségiek fogják megosztani a 20. századi magyar politikatörténettel kapcsolatos gondolataikat. Történelmünket nem titkolhatják el. Az emlékezett politika korlátozása szörnyű korokat vonhat maga után. Az elmúlt napokban még a kommunizmus magyarországi áldozataira emlékeztünk országszerte, ma pedig értetlenül állunk a kérdés előtt. Imrédi Béla nem a kommunizmus áldozata volt? Ő, aki törvényes úton mindent megtett a bolsevizmus megfékezése érdekében, megérdemli, hogy mindenféle tiltás ellenére megemlékezzünk róla.